Jó napot kívánok! Képzeljék el, feleségem minden 2-3 hétben csinál savanyú káposztát. Na, én eltanultam most, ezt fogom megmutatni, mert a savanyú káposzta nagyon-nagyon sok oldalú. Persze töltött káposzta, székely káposzta, erdély káposzta, és még számtalan, de én most fogok mutatni még egy felhasználási módot. Egyébként nagyon finom, egészen különleges, és azt kell mondanom, hogy salátának is tökéletes. És ha szeretnének nálam vacsorázni, eltölteni egy kellemes estét, finom borokat és egyéb italokat kóstolni, hát várom Önöket szeretettel, tudnak jelentkezni a Facebook posztokban megjelenő linken. Várom Önöket, és most készítsük el ezt a savanyú káposztát, hozzá egy krumplis palacsintát és egy kis finom feltétet. Nézzék csak! Legyalultam a káposztát, megsózom. 1 kiló káposztához 2,5 deka só jár. Innentől egyébként mindenki úgy fűszerezi, ahogy szeretnél. Én egy pár szem borsot szoktam beletenni, és három babérlevelet. Ennyi az ösztendő, el kell keverni, és most elkezdem összetörni. Addig kell ezt csinálni, amíg levet nem enged. Nézzék meg, kinyomtam a levét, körülbelül egy 3 percig gyúrtam. Itt van a gyűjtött üvegem, és megy bele. A lényeg az, hogy jól le kell nyomkodni, de nem annyira, tehát nem kell nagyon összetömöríteni, de azért nem árt neki, mert amikor ráöntöm a levet és elkezd erjedni, akkor ha nagyon erősre van tömve, akkor kinyomja a fedőt és kijön a lé. Így viszont van hely a káposzta között, úgyhogy ezt ajánlom, hogy így csinálják. Itt van a lé, ez a káposztából jött ki, és nagyon fontos, hogy ez is le legyen nyomva, ilyet lehet kapni, de lehet a spatulát is használni, úgyhogy ezt szépen beteszem. Nagyon fontos, hogy a káposzta a lé alatt legyen. Innentől kezdve körülbelül 10-12 napig szobahőmérsékleten tartom, és annyi történik, hogy elkészül. Utána ki kell venni, hűtőbe tenni, mert meg kell állítani az erjedést. Na, ez megvan, de ez csak 2 hét múlva lesz kész. Helyette hoztam az előzőből már készen. Krumplis palacsintához össze, héjában főtt burgonyát összetöröm. Megy hozzá só, egy pici bors. Nemrégiben sütöttem egy kis libatöpörtyűt, annak ilyen klassz sárga zsírja van, ez megy bele. De ez lehet bármilyen zsíradék. Hozzáütöm a tojást, hozzáadom a lisztet, kicsit elkeverem. Még egy kis liszt. Most pedig egy kis tej megy hozzá. Egy kicsit megpróbálom simára keverni. És most egy kis vizet is még hozzá. Ez is elkészült, kész van a krumplis palacsinta tésztám. És maga a feltét nagyon egyszerű lesz. Egy kis újhagyma, ha nincs otthon, akkor jó a póréhagyma, de csinálhatják rendes vöröshagymából is. Másik alkotóelem a gomba. Most pedig jön ez a legfontosabb hozzávaló. Isteni sonka, amikor novemberben vágtunk egy malacot, persze nem én, hanem ez is a szomszédban történt, és föl megcsináltuk 4 hét pácolás után, föl lett füstölve sonkának, ilyen vékonyra vágva, isteni finom, azt kell mondanom, és hogyha véletlenül valaki nem szereti a zsírosát, én persze szeretem, mert ez puha, akkor az nyugodtan vegye le, és használja
füstölt szalonnaként. Most már csak el kell készíteni az ételt. Irány a tűzhely! Sós palacsinta, tehát egy kis zsíradék megy alá. Miután ma ez lesz a vacsorám, ezért libazsír. Gyönyörűséges a palacsinta, kicsit vastagabb, mint egy normál palacsinta. Na, ez el is készült. Teszek bele megint egy kis libazsír. Jön a gomba. Egy kis só. Őrölt bors. És egy kis fokhagyma. Hozzáadom az új hagymát. Pori hagymával csinálják, ugyanígy lehet. A vörös hagymával, akkor elején kell beletenni a hagymát, és utána a gombát. Meg is pirult, ennyi az egész, megtálalom. Itt a gyönyörű palacsinta. Nézzék meg, ez a házi tejből elrakott joghurt. Ebből egy jó kanállal, mert ezt most tejfölszerűen használom, rákelek a palacsintára. Minden íz ismerős lesz. Ez a finom savanyú káposzta, amit készített a feleségem. Most szórok le egy kis levelet, ami könnyít az étel. Megszórom először egy kis gombával, meg hagymával. És most jön a lényeg, a finom sonkákat, amit itt félretettem, közé teszem. Ezt nem kell sütni, így nyersen, ez így jó, ahogy van. Rajta ejdámi parmezán, mindegy, plusz ízt ad neki, így. Hát kérem, ennyi ez az étel. Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket. És kövessenek engem a Facebookon. Iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, a Zsebszakácsra, és a Facebookon a posztban megjelenő linket tudnak jelentkezni hozzám egy vacsorára. Hát persze, amennyiben kíváncsiak arra, hogy én hogy főzök, milyen egy estét velem eltölteni, és rengeteg finom ital is van. Viszontlátásra!